suli melletti kisboltba új áruk érkeztek. Reklámáron kapható a függvénytáblázat, számológép, négyzetrácsos füzet. 0. órára hogy jöttök, be lehet szerezni, lesz, amiben kiszámoljátok a székelykaput. Sokszor helyettesítettem már órát a 12A-ban. Egyszer olyan hangot hallottunk, mint amikor lezuhan a repülő. Hát ki volt a hang tulajdonosa, Iványi Zoltán a hátsó padból? Azt mondta nekem, exit. Most a felsőfokú nyelvvizsgára készülünk? Nem tudom eldönteni. Korunk nagy betegsége az álomkor. A fiatalok álmokban is számolnak, meg sem szólalnak. Márkó édesen alszik órán. A többi édes Viktor Attila és Iványi mély barátságot kötve forrón ölelgetik egymást. Elég egy osztálykirándulás, és mindenki időben alszik, még Tomika is. Ő sosincs fent hajnalötig, nem játszik a telefonjával, nem játszik az okosórájával, nem megy ki az esőbe sétálgatni. Nézd már, Dick, egy kamera. A mostani végzős osztály korábban számos csapatépítő összejövetelen vett részt. Az elmúlt hónapokban pedig cipő és ruhapróbán. Az érettségi közeletével azonban, ha felveszik a cipőt, az kicsit szorít, vagy néha kicsit nagy számukra. Már be is írtam a naptáromba a jeles dátumokat, ahol vizsgálatokon fognak emiatt részt venni. Ezek a következőek. Február 15, május 7-8-9. A kontrollvizsgálat időpontja pedig június 21, 22 és 23-a. Ezeken az időpontokon feltétlenül meg kell jelenniük. De a bejutási sorrendet természetesen sorsolással döntjük el, ahol mindenki számára kiderül, hogy a számok nem hazudnak. Mivel a vizsgálatokon jelen leszek, így természetesen a fakultáció meg lesz tartva. Még azt mondják, a mai fiatalok nem foglalkoznak eleget a hajukkal? Hát állandóan tele a szalon. Extrémemnél extrémebb kívánságokkal állnak elém. Én a hajafutástól begöndörödik a hajam, a fejállástól pedig lelapul. Még jó, hogy nyitottunk a kínai piac felé, így az eBay-ről sikerült ezt beszereznem. Probléma megoldva. Nincs több felmentés. Azt hiszem, felnőttem. Remélem, ti is. Nyelvvizsga iránti vágyatok akkora volt, hogy az első év heti 18 órás küzdelme sem tudta csillapítani. Sikerült, srácok. Vagy ha nem, remélem, sikerülni fog. A Hunyadiban szolgálunk és védünk. Itt az iskolában nem utasítunk, hanem kérünk. A tanítási órák biztonságosak, a forgószékek kevésbé. A gyanús elemeket még a beléptető rendszernél kiszűrjük, a közérzet rongálására alkalmas selejtes termékeket a leltárból kivezetjük. A Hunyadi hétvégén is nyitva áll, gondolta ezt, az a gyanús, 20 év körüli szőkehajú, hallopásra hajlamos egyed, aki hamis 10 000-essel próbálta egységünket lefizetni, leltározásunkat pedig megzavarni. Pityke őrmester is a Hunyadiba érettségizett, Marcipán nevű kutyája a művészeti iskolában tanult, Sziréna tanszakon, a rendőrkapitány pedig jó barátom. Olyan kedvesek Hunyadiba járó diákok, mindegyik kivétel nélkül már a Z-generáció tagjai. Róluk köztudott, hogy digitálisan műveltek, mégis titkolják tudásukat. Miért? Csak azért, hogy részt vehessenek az én informatika óráimon. Jaj, ezek a köcsögök! Azt sem tudom, melyiket kellene kiégetni. No meg a végzősök! Csak a kifogásokat sorolják, miért nem tudták a német tételeket megtanulni. Legalább Csibe már leérettségizett. Remélem, nekik is sikerülni fog. Megfigyeltem, hogy újabban néhányan sokat kérdeznek az órán. Garai, Iványi, Dimitrien, Oravec, nem tudom, mit évül legyek, de megvan. Műtét! Műtét! Kedves végzősök, a Vöröskereszt nevében köszönöm a véradást. Járjatok el ezután is. Igaz, hogy ott már nem marad el a matematika tézé, sőt, biológia ötösse jár érte. Már 10 éve tagja vagyok a Hunyadi mentőcsapatának. Sokat tanultam a nagy katasztrófa védő Magenheim doktortól és az első segélynyújtó Évikétől. Az lenne a szép, ha a diákok a telefonjaikat, uram bocsá, csak segélyhívásra használnák az iskolában. Ha mindenki megértené, hogy az életvitel
elengedhetetlen a sikeres történelem érettségihez. És ha mindenki olyan sokszor és bátran a vérét adná másokért, mint a mi kedves végzőseink tették. Betty vagyok, angol tanítok, de gyere hozzám, ha csodás körmökre vágysz a nyelvtudásod mellé. Zselé vagy porcelán, szolíd vagy extrém, én minden igényt kielégítek. A hunyadi végzős csajszia is hozzám járnak. Ja, és Vasvári Márk is beugrott hozzám tegnap. Tudjátok, fontos a színpadi megjelenés. Neki van az a cuki kutyaugatásos ébresztője a telefonján, ami minden hétfő reggel megszólal angol órán, menetrend szerint. Olyan cuki. Mondtam Gábor Gábornak, hogy én is szeretnék egy ilyen csengő hangot, de azt mondta, hogy én csak foglalkozzak a körmökkel. Na jó. Puszika. Ezek a végzősök csak a digitális világban élnek. Internet, Facebook, okostelefon. Bemegyek majd a Hunyadiba, hogy mint erdőjáró ember segítsek a biológia érettségizőknek. Tudják már, hogy a csipkebogyó az nem a kecskebogyó, hogy a magfa az a tölgyfa, ezen csúszkál a kéregszutyóka. Ja, és a legfontosabb, ez pedig a nyávogó kánya tolla. Fogok segíteni az érettségi tisztaságában. Nehogy már a diákoknak is puskája legyen, mint nekem. Hát ezek a mai fiatalok késnek. De az a helyzet, hogy valamit ki kellene találni, hogy mit tudom én, elkésik 5 percet egy magyarós csokoládé. Ha mondjuk 10-et késik, akkor egy táblás csokoládé. Vagy még mellé egy kis üdítő. És itt tulajdonképpen a Lenke néni módjában meg is tudnák vásárolni. Már megint nem jár a mozgáskorlátozott lift. Így vihetem a vacak rendezői pöldányomat gyalog föl az emeletre. Lihegek, mint egy kutya. Na és ezek az Y-generációs művészpalánták mindig csak az Insta meg a Messenger. Már próbálni se tudok telefoncsörgés nélkül. Na de prímadíjas művészként nem blamálhatom magam. Ebben az iskolában dráma van. Jár nekem a Jus Mormorandi. A morvogás joga. Oszkár fülig szerelmes belém. Elvisz vacsorázni, és minden nap virágot vesz nekem. De mi lesz vele, ha elutazom Amerikába? Remélem nem mozdul rá Janka nénire, vagy Sziszka Jetusra. Csúnya dolog lenne. Oh, dear Lord, what would I do without him? Lezajlottak a kampányfilmek forgatásai erre a szalagazatóra. Nem volt egyszerű, sokat dolgoztunk, a srácok sokféle elképzeléssel kerestek meg engem. Hogy milyenek lettek a filmek, kérem szépen, ezt ítélje meg a tisztelt nagy érdemű. Évvégéig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok a filmes szakmába. Ez is egy nagyon jól fizető maszek munka, valamivel pótolni kell azt, ami kiesik a fotózásból. Sok mindent megtanultak az idei végzős diákok a Hunyadiban. Egy-két dolgot még gyakorolni kell. Például a köszönést. A pontos érkezést. Név nélkül Hermina, Imola, Noel, Viktor, Martin és Zolika. Reméljük, akik szeptemberben érkeznek új diákok, több idejük lesz ezt elsajátítani. A mai fiatalok már nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk. Bezzeg a mi időnkben. Nem kellett tanítani a varázsszavakat. Kérem, köszönöm, legyen szíves. Jutkával és Matyikával a fővárosból költöztünk ide, a Sármezeire. A házunk 65 éve szomszédja a Hunyadinak. Matyikának jó iskolát kerestünk, megtaláltuk. Jutka itt dolgozik az iskolában. Matyika híres lemezlovas, DJ Halasi néven. Én is itt vagyok a Hunyadiban, a nyomdában dolgozom. Az idén az országos érettségi feladatsorokat itt fogjuk nyomtatni, a Hunyadiban. De még mielőtt bárkinek bármi megfordul a fejében, a becenevem Robespierre, a megvesztegethetetlen. Eddig a dináról fújtak a szelek, most a kréta felől fúj, a vihar, és borzolja a hullámokat. Jutka és a kollégák idegei egyaránt.
Ami zavar, a házunk előtti sok csik. Persze, ezt nem a hunyadisok dobálják ide. A végzősök? Hát mit mondjak? A végzősöket ismerve tartalmas éveket töltöttek itt. Van közöttük halász, énekes, táncos, vöröskeresztes, színházas, katasztrófás. Nem mondanám azt, hogy van közöttük késő, esetleg az órára pontosan nem érkező. De 8-ra mindenki itt van, az iskolában. És ez engem megnyugtat. A tananyag sok az iskolában, de az idő nagyon kevés. Egész nap csak óratartás és felkészülés a másnapra. Ferit és Matyit szinte csak este látom. Matyi fiunk imádja a zenét, ha csak tehetné, annak élne. Éppen ezért irattuk be a Hunyadi Művészeti Iskolájába. Ott majd figyelemmel kísérik a tehetségét. Én ebben az iskolában tanítok kémiát. Még szerencse, hogy egy új, jól felszerelt szaktanteremben tehetem. Borzalmasan fáj a fejem. Ez ma már a harmadik. Vagy menjek a 12A-ba? Ott mindig olyan családias a hangulat. Félgyógyulás. Ezt meg hagyjuk akkorra, hogyha nem tudják a memoritert. Megmondtam, ha tanulsz, lesz eredménye. A 96%-os előrehozott érettségi német nyelvből, hát csak gratulálni tudok. Én is, az érettségi elnököd, ja, meg gratulálok a felkészítő tanárnak is. Hogy a 235-ösből hogy repült ki az a kis papír, hát az mai napig rejtély maradt. Nem derült fény erre a rejtélyre. Remélem, a kezdő németesekben fellobban majd a tűz, a láng, a német iránti vágy. Ja, és hogy keddenként 0. órában nem mindig érünk be? Egyesek 8 óra után jönnek? És még az uzsonnájukat is otthon felejtik? Még szerencse, hogy vannak a kedves szülők, a gondoskodó ételfutárok. Ezt próbálom nektek a sörét agyatokba beleplántálni, a tehetségeteket, amiért nem kellett fizetnetek, mert megkaptátok az anyukától, meg az apukától. Használjátok ki, próbáljátok minél magasabbra menni, és így az életeteket rendbe tudjátok tartani. Nagyon nehéz ma magyar nyelvet tanítani. A mai fiatalok nem szeretnek olvasni, és ha véletlenül mégis olvasásra adnák a fejüket, akkor sem értik az olvasott szöveget. Nem szeretnek beszélgetni sem, mert állandóan a telefonjaikkal vannak elfoglalva. Jaj, elnézést, jött egy fontos üzenetem. Kedves 12C-sek, ne felejtsétek el, hétfőn 3 magyar órátok lesz. Bocsánat, nekem most mennem kell. Mi már itt. Fullos a buli. A Hunyadi oda tette magát. Szeretek itt dolgozni. Besegítek a takarításba, Kolumbusszal és a portásoknak a Hunyadiban. Kolumbusz és Hunyadi, ez a történelem. Szeretem Bélbélkést, szeretem Hunyadit, hajrá érettségizünk!